Először az Európai Sporthét keretében rendezte meg Kozár Mislenyben a Téfit Ese rendhagyó futóversenyét, a Mislenny részt. Idén a Sportmajálisra is várták a családokat a szervezők, majd szeptember 25-ére is meghirdették a versenyt. Ezzel a versennyel a célunk az volt, hogy a mislenyi családoknak, sportolni vágyóknak egy olyan rendezvényt szervezzünk, ahol sportolási lehetőséget biztosítunk a számukra, és utána egy kis közösségformáló jelleg is van, mert egy közös étkezés fogja zárni a rendezvényt. 5. alkalommal rendezzük meg ezt a versenyt. Mindig sikerült támogatókat találnunk, és a Művelődési Házzal együttműködve ezt a rendezvényt ingyenesé tudtuk eddig tenni, és az a tervünk, hogy a jövőben is ez így maradjon. A mostani rendezvényhez találtunk támogatót, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával rendezzük a versenyt, ahol hát ilyen 100-200 sportolóra számítunk. Májusban már volt egy sikeres együttműködésünk, a Majális alkalmával Mozdulj Mislenny néven volt egy futásunk, illetve a többi sportegyesületet is sikerült bemozgatnunk, és ezt a hagyományt szeretnénk folytatni. Ezen a hétvégén van a Kultúrház, aki éjjel-nappal is, amihez egyrészt ezzel a sporteseménnyel kapcsolódunk, másrészt fél egykor lesz egy térzene program, ahol egy gitár triónak a dallamait hallgathatják majd az itt a versenyen résztvevők, illetve az ide csak ezért kilátogatók. Közel áll hozzánk, személyesen hozzám is, de a Művelődési Ház is igyekszik támogatni a sportrendezvényeket, az egészséges életmódot. Nagyon sok foglalkozásunk van, igyekszünk a foglalkozástartókat is bemozgatni. Most is Jakab Ivett, az egyik edzőnk fogja bemelegítéseket tartani, úgyhogy szeretnénk, hogyha Mislenyben tényleg egészséges és sportolni vágyó családok, emberek élnének. Először a legfiatalabbak és a nyugdíjasok álltak rajthoz. A szépkorúak egy kört sétáltak, a gyerekeknek egy akadályokkal nehezített kört, a junioroknak pedig kettőt kellett teljesíteniük a tó körül. Ott a gumikon átlépkedni, gurigatni kellett gumikat, meg át kellett bújni ilyen hálón. Hányadik szeretnél lenni? Első. Most a nyugdíjas verseny választottam. Hát itt voltam minden alkalommal igazán, de így nem voltam, nem futottam, nem neveztem be, de láttam az egész menetet, tetszett, jó volt minden. Igyekszek, amennyit ki tudok magamból hozni, legtöbbet. A legutóbbin indultam. Hát a junioron indultam, hát úgy tudom, hogy kettő kört kell futni, és van egy pár akadály, azt nem tudom pontosan, hogy még, de voltam már múltkor is, a májusban volt, azt hiszem. Nem az a lényeg, hogy nyerjek, vagy bármi ilyesmi. Hát igen, azóta fejlődtem valószínűleg elég sokat, de nem az a lényeg, hogy hányadiként érek be, csak eljöttem futni, mert élvezem. Még nem voltam ezen a versenyen, hát én is a junioron fogok indulni, kettő kört kell futni, ugye, és nem tudom, próbálok minél jobb teljesítményt nyújtani. Szerintem együtt fogunk futni. A felnőttek két versenyszám közül választhattak. A 6 kilométeres gazella futam csak futásból, a kondi rész pedig TRX gyakorlatokkal nehezített kétkörös futásból, kocogásból állt. A juniorok versenyét Éles András nyerte, Szabó Krisztián Tamás pedig harmadik lett. Takács István, a KSE korábbi elnöke, a legaktívabb résztvevő címet kapta.